azóta birkózolja, ott akar lenni az ötkarikás játékokon, ezért nem meglepetés, hogy teljes erőbedobással készül a riói olimpiára. Az edzések mellett és a versenyek mellett az eredmények színesíthetik a hétköznapjait. Németh Zsanettet köszöntöm a stúdióban, szervusz Zsani! Azt hiszem a legjobbkor beszéltük meg ezt a rendezvút, hiszen a napokban tértél haza külföldről, ahol egy nemzetközi versenyen szerepeltél. Áruld el, hogy hogy végeztél? Igen, Bakuban voltunk egy nemzetközi versenyen. Túlnyomó részt azeriek voltak a versenyen, mivel ők rendezték. Hát úgy gondolom, hogy az összes birkozójuk, akik jobbak, elindultak. Volt még kazak versenyző az én súlycsoportomban, és hát ukránok is voltak. Szóval egy elég nehéz verseny volt. Ezt akartam mondani, ahol a kazakok, ukránok, azeriek indulnak, birkozásban pontosan tudjuk, hogy az nem lehet egy könnyű megbérettetés. Tudtad azt, hogy kik lesznek az ellenfelek, vagy belementél a sötétbe? Előtte már voltunk ott ugye edzőtáborban, egész héten edzettünk, úgymond velük. Volt, hogy külön edzettünk, mi magyarok, már volt, hogy másféle munkát végeztünk, de nagyjából tudtam, hogy kik lesznek. Igaz, a mérlegelés előtt megjelent egy kazak birkózó, akinek elég sok eredménye van, amúgy orosz, csak a kazakok megvették. Hát akkor is így már tudtam, hogy lesz még egy. És mi lett a vége a versenynek? Második helyezett lettem. Elégedett voltál a második helyel? Nem volt benne az aranyérem? Benne volt, nagyon szoros csatába kikaptam, 12-10-zel. Sajnos lentről 6 pontot is adtam neki, ami most legalább már tudom, hogy mind kell javítani. És akkor a edzőimmel ezen vagyunk, hogy legközelebb már legyen ilyen, és remélem, hogy legközelebb már én fogok nyerni. Te most január közepét írunk durván, ugye mondhatjuk azt, hogy a birkózásban is van egy icipici holt szezon, a ünnepek az új év miatt. Te mit csináltál? Pihentél vagy dolgoztál? Mert hiszen nincs mese, előbb-utóbb jön az olimpia és oda ki kell jutnod. Igen, nálunk volt egy edzőváltás, Völler Ákost leváltották és Gulyás István lett az edzőnk. És hát igazából ugyanúgy edzünk, mint előtte, ugyanúgy vannak táborok, együttedzések, szóval igen, annyi most volt a különbség, hogy talán karácsonykor egy icipicit kevesebbet edzettünk, és így csak 3-án kellett visszamenni a válogatott táborba. A válogatott tábor, általában most már a válogatottal készülsz, ugye? Tehát az út az megvan, mert gondolom vannak kötelező klubedzések is, de a munka nagy részét a válogatottban végzed? Igen, igen. Hát mivel most az olimpiára készülünk, így túlnyomó részt a válogatottal vagyunk, de most például ezen a héten klubedzés van, mert ugye kell a klub munka is. Az edzőkkel ugyanúgy tartom a kapcsolatot, ha valami problémám van, vagy bármi beszámolom, azt ugye elmondom nekik, és így úgy gondolom, hogy így teljes a munka. Árulj el egy titkot a klubedzésen és a válogatott edző útmutatása alatt mellett készülsz, vagy inkább a Kapuvári Gabiékkal dolgozol együtt? Kapuvári Gábor és Martin Gábor. Martin Gábor. A Gábort mindig kifejeltem, a Martin Gábort, most is bocsánatot kérek. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó klubedzőim vannak. Kapuvári Gábor, ő inkább a kicsikkel foglalkozik, de ő is volt, hogy lejött a válogatottba és mondott nekem jó dolgokat, jó technikákat mutogatott. Martin Gábor pedig az edzőm, és ha úgy van időm, és persze energia, meg minden, azért ővel is szoktam mindenféle birkozós dolgokról beszélni. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy a válogatott és a klub között jó a kapcsolat? Jó, igen. És mikor klubedzés van, akkor nem mondja a válogatott edző, akkor ami van a klubban, azt csináljuk. Itt a kezemben van, itt a kezem ügyében van egy kis cikkecske, ami ugye az van, hogy a fő cél a riói olimpia, ez volt a címe, és hazatért és a fiatalokkal együtt edzett Németh Zsanett válogatott birkózó. Hát hova is tértél haza? Én Beridán kezdtem el birkózni, annó még 2000-ben, és hát igen, ott a nevelőedzőm, Lesó Sándor létrehozott egy új egyesületet, azt már viszont nem Berhidán, hanem Berhida mellett Papkeszin. Körülbelül 5 kilométer van a két... Kenesétől egy ugrás. Igen, Kenesétől is egy ugrás. És így nagyon boldog vagyok, hogy ezt így megtudtam, már sok ismerős, család, rokon, barát, azért kicsi gyerekek nem tudtak mit csinálni, mert sajnos ott arra mifelénk nem sok sport lehetőség van.
ugye itt Pesten van jégkorong, úszás, Minden más. mindenféle más, de ott vidéken nem nagyon, és én úgy gondolom, hogy egy kisgyereknek a birkózás az egyik legjobb sportág, már megtanulja a bukfencet, mindenféle alapgyakorlatokat, kötélmászást, és én boldog vagyok nagyon, hogy ezt Van megtudtam. Kereslet? Tehát úgy értem, hogy jönnek a srácok? Mit hallottál? Igen, voltam lent Papkeszin, és beszéltem ugye az edzőkkel, ugye több is van, és mondták, hogy nagyon, nagyon lelkesek a kisgyerekek, egészen 8. általános iskolás korig ugye vannak az edzések. Úgy tudom, hogy Papkeszin minden negyedik gyerek birkózó. Ez óriási. Úgyhogy igen, ez így nagyon jó. Hát akkor, amikor te betetted a lábad ott a terembe Papkeszin, tudták, hogy ki érkezett? Milyen híresség érkezett? Persze, tudták, vigyázba álltak, és már nagyon vártak, nagyon aranyosak voltak, kértek autogramot is, és tényleg én nagyon örülök az ilyen dolgoknak, amikor a gyerekeknek van egy példaképük, mert ugye én vagyok a példakép nekik, mert ott kezdtem el birkózni. Ez egy nagyon fontos dolog, idolnak kell lenni mindig, egy példaképnek, egy idolnak kell vagyok. Mindenbe próbálom őket támogatni, különböző sportfórumokat szeretnék majd nekik létrehozni, amikor egy-egy híresebb birkózó lejön, és leül, és akkor beszélgetnek velük, meg kérdezgethetnek, elmesélik, hogy hogy kezdtek el birkózni, vagy hogy... Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, de szerintem más sportágbélieket is oda invitálhatsz, mert hiszen nem mindenkiből lehet birkózó, és én azt gondolom, hogy azok a sportolók, akik már valamilyen eredményt elértek bármilyen versenyen, azok nagyon szívesen beszélgetnek gyerekekkel, hiszen úgy érzik, hogy ez a fejlődés, és innen lehet majd tovább ugrani. Igen, igen. Hát próbálok ilyen dolgokat. Egyelőre most ne ezzel próbálkozzál, légy szíves, hanem azért készülj az olimpiára. Igen, igen. Térjünk vissza azért kőkeményen a munkához. Már mondtad, hogy ilyenkor januárban is már edzőtáborban voltatok. Igen, igen, már negyedikétől. Negyedikétől icipici szünet volt. Mennyit híztál meg az ünnepek alatt? Ünnepek alatt nem híztam semmit, sőt, még fogytam is 1 kilót, mert hát ugye most alapozás van nálunk, elég sokat rángatjuk a súlyokat, és ünnepek alatt nem súlyzóztam, csak azt, amit az edző mondott. Igazából egyszer dolgoztam nagyobb súlyokkal, és én karácsonykor mindig nagyon odafigyelek, mert én régen nagyon sokat fogytam, és nem szeretnék még egyszer belesni abba a hibába, hogy megint sokat kelljen, már a súlyom az nagyon hamar fel tud menni. Te Zsani, elég erős vagy ehhez a súlycsoporthoz? Ugye hát nem egy lepke súlyú birkozó vagy. Hát igen, 75 kiló. Talán annyi még, hogy 2 évvel ezelőtt junior voltam, ott 72 kiló volt, és hiába megvan a súlyom, de én úgy gondolom, hogy még 2-3 évre szükségem van, hogy igazi 75 kilós legyek. Már erősnek érzem magam, de vannak olyanok, akik úgymond alig bírnak lefogyni, mert már több éve 75 kilósak, én meg még ugye simán. És akkor ez izomba, gondolom ez az izom tömegbe kell növekedned, és akkor leszel még erősebb, mert a technikád megvan, azt tudjuk, hogy egy nagyon technikás birkozó vagy. Hát azért technikán még van mit fejlesztenem. Mindig van mit fejleszteni természetesen. Az talán annyi még a problémám, hogy edzésen én megcsinálom a technikát, mert ugye 75 kilóban nincs olyan hatalmas nagy technikára szükség, inkább az erőlét és a kondi. De hát még azért versenyen van mit fejlesztenem. De hát az azt jelenti, hogy a versenyen elszaladsz magad elől? Többet akarsz mindig? Vagy belehajszolod magad a vereségbe? Hát van, hogy kapkodok, meg nem figyelek oda dolgokra, de ez még nyilván azért van, már ugye én még igazi felnőtt, nagyobb, híresebb birkozókkal nem túl sokat birkoztam, már juniorban voltam, ott pedig elég egyszerűen megoldottam, mert elég sok mindenkivel szemben erővel nyertem, és annyira nem kellett alkalmaznom a technikákat, De igen, most már próbálom a technikát is még jobban csiszolni, mert nagyon nagy szükség van rá. Ha jól értem a szavaidat, ez azt jelenti, hogy azért elég nagy lépcső ez a juniorból fellépni a felnőttek közé. Igen, juniorban még azért volt 1-2 olyan birkózó, akik
nem voltak annyira jók, de most már felnőttben ilyen nincsen. Tehát abban a mezőnyben ott most már kőkemény mindenki. Sőt, a 75 kg-ban, ugye vannak idősebb birkozók is, 38 évesek, akik például a spanyol, aki Londonban harmadik volt, vagy a kazak, aki 38 éves, ő is Londonban is érmes volt, szóval ez a súlycsoport az olyan, hogy én úgy gondolom, hogy inkább 26 éves kortól lehet igazi nagy eredményeket, de én nem erre alapozok, előbb is szeretnék, de igen. Hol tartasz most a felkészülésben, illetve hogy állsz a világranglistán, vagy a pontok szempontjából, hogy állsz a kvalifikációban? Hát nálunk nem úgy van, mint judóban, hogy pontokat kell gyűjteni. Uh-huh. Nálunk hiába nyer meg valaki minden versenyt, ha például a kvalifikációs versenyeken kiesik, szóval másképp van nálunk. Lesz 3 darab kvalifikációs versenyünk, egymás követő hétvégenken, és ott pedig úgy lesz, hogy egy első Európában, második Mongóliában, és a harmadik megint Európában, szóval utazgatnunk is kell elég rendesen. De hány hely kiadó? Az első két hely. Elsőnek vagy másodikon kell lenni, de ha például az első vagy második vagyok, mert azt mondja, hogy senkit nem érdekel, hogy a döntőben első vagy második vagyok, akkor már állt a krióba. Akkor már megvan. Jó lenne az első megszerezni. Ebben a súlycsoportban, ahol te versenyzel a 75 kilóban, mekkora mezőny, hány ember indulhat az olimpián? Hát a VB-n már megszerezte az első 5 a kvalifikációt. Úgy gondolom, hogy Európában még akik jobbak, az az orosz, mert ő mindenképpen tapasztalt versenyző, és az európai játékokon is második volt. Az ukránnal még nem birkóztam, mostanában egy kicsit úgymond el volt tűnve, más ukránok indultak a 75 kilóba. Hát nem tudom miért, de nem birkóztam vele. Többi ukránokat megvártam, mert többel is birkóztam, de vele még nem. Meg lesz még egy török, aki erős, tőle egyszer kikaptam és egyszer megvártam. Többi pedig én úgy gondolom, hogy bárkivel harcba fogok szállni. Tehát azt mondod, hogy ne én mondjam ki. Jó esélyek vannak? Hát én mindent megteszem azért. Tényleg edzésen is próbálok minden nap jobban teljesíteni, és ott leszek a kvalifikáción, akkor pedig teljesen. De Zsani, ebben a 75 kilóban ki a krém, ki képviselik a legmagasabb színvonalat, szintet? Hát az amerikai, ő 3-szor volt már világbajnok. Hát hogy mondjam. Hát de vele nem kell kvalifikálni. Igen, vele már nem. Nem kell, tehát effektíve. Ő már megszerezte, de hát nem tudom. Eddig még úgymond volt egy fajta félszám, mert kisebbnek éreztem nálam, vagy náluk magamat, de én most már másodéves felnőtt vagyok, én már senkitől se fogok ott félni. Mit gondolsz, tartanak már tőled valamennyire? Hiszen most már ismerhetnek. Hát velem egykorúak vannak, akik nem szívesen jönnek versenyen, mert tudják, hogy megyek vissza, hallottam már ilyeneket, de felnőttek, nem tudom. Biztos, hogy azért már egy-ketten azért már számon tartanak, már utánpótlásba szereztem 5 darab érmet világversenyeken. Aztán már majd meglátjuk. Jó, január közepe van, mi áll előtted? Most még alapozunk, de már megyünk kifelé az alapozásból. Most volt az azerbajdzsáni verseny, és 2 hét múlva megyünk Ukrajnába egy elég nehéz versenyre. Akkor most már próbálunk szerintem inkább a technikára rámenni. Említetted, hogy mindig lehet fejlődni. Mibe kell fejlődnöd a technikát illetően? Hát a lenti védekezés már sajnos itthon nem túl sok velem egy súlyú edzőpartnerem van, és nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy leérkezek, akkor egyből védekeznem kell. És például volt ez a kazak ellenfelem is, aki kb. Meg se várta, hogy leérkezzek, már egyből szedte fel a kezemet, lábamat, és ők elég jó kezekben mindenféle, hát a gerincemnek nem esett túl jól az ilyen fogásokban, ebbe kell még sokat fejlődnöm, de Gulyás István minden, hát túlnyomó rész minden edzés után hoz nekem egy fiút, és akkor rajta. Ezt kérdeztem volna, hogy hát ha itthon nincs olyan Isten igazából 75 kilós versenyző hölgy,
a fiúkkal, akkor lehet gyúrni. Ők sokkal erősebbek, mint a lányok. Vagyis kiskorban a lányok erősebbek, korábban érnek, de úgy gondolom, hogy ilyen 13 éves korban már kiegyenlítődik, és utána pedig már fiúk erősebbek. Szóval én inkább nálam fiatalabbakkal, 15 évesekkel szoktam már edzeni, mert ők vannak velem egy erőben. Lehet, hogy buta lesz a kérdés, ha egy icipicivel erősebb felnőtt férfivel, fiúval kell gyakorolnod például ezt a védekezést, az nem jelentene fejlődést? Vagy az sokkal erősebb már, mint te, és akkor az, ott nem nagyon lehet mit tanulni? Gyakorolni bárkivel lehet. Úgy gondolom, hogy egy 48 kilóssal is lehet, igen, vagy akár egy 100 kilóssal is. Gyakorolni bárkivel, de ha már birkózásnál jobb nálam, akkor már nem alakul ki az a szoros kapcsolat, úgymond, birkózás közben, és akkor már az egész nem olyan, már nem lehet, meg kell találni azt a pontot, hogy körülbelül velem egy erőbe legyen. Igen, mert hát a küzdelemben egymásra nem nagyon lehet vigyázni. Igen, igen. Mint ahogy te is talán lefelé megtöröd a 48 kilós, 50 kilós emberkét, igen, és egy férfi ember azért tényleg, ahogy elmondod, jóval erősebb. Igen, de csapatban vannak ugye lányok, elég jók, meg elég erősek, és van, hogy oda megyek Sasti Mariannához, vagy Schleiss Gabriellához, vagy igazából bárki, az a barkelmeséhez is. Próbálok úgymond vigyázni rájuk, mert ugye a testemnek a tömege sokkal nagyobb, mint az övüké, de azért rábirkózok én bárkivel. Belülről látod most a birkozó válogatottat. Ugye volt egy világbajnokság, ahol nem igazán sikerült a szereplés. Elég kevés kvótája van a magyar birkózóknak. Hogy látod, hány versenyző fog kikerülni? Igen, Lőrinc Viktor megszerezte. Igen. Hát sajnáltam nagyon, hogy Lőrinc Tamás nem, mert ugye elég jó birkózó. Én, hát nem tudom, én nőiben annyira nem lehet ezt így előre megmondani, mert Marian, én úgy gondolom, hogy meg fogja szerezni, Hemese is, és az, hogy Márci akár, vagy más többiek, igazából mindenkinek megvan rá az esélye, mert nagyon, nagyon jól edzünk, meg tényleg versenyeken is jól teljesítünk, és én úgy gondolom, hogy bárki meg tudja szerezni. Tehát lehet azt mondani, hogy nem egy kis létszámú magyar csapat lesz az olimpián? Hát nagyon remélem, igen. Férfiaknál szabadfogásban ugye kicsit nehezebb, mivel hát igen, kicsit nemzetközileg még gyengébbek vagyunk. Hát ezt ki lehet mondani, igen. Hát nem probléma. Sajnos nincs annyi edzőpartner is a felnőtt válogatottnak, mert fiúk is tényleg gőzerővel készülnek rá, de jó lenne az, hogyha néha akár bármelyik súlycsoportba jönne egy komolyabb edzőpartner, és tudnának készülni. A kötött fogásban pedig hát elég jók vagyunk, remélem, hogy minél több jól. Említetted azt, hogy három nagy versenyen kell megszerezni a kvótát, lehet megszerezni a kvótát, és ezek a versenyek nagyon sűrűn követik egymást. Hogy lehet azokra felkészülni, hogy hétről hétre, napról napra csúcsformába legyél, és erős legyél, és hozd magad? Igen, először is... Mert ugye egy sportolónak általában egy-egy versenyre kell kihegyezni magát. Igen, hát az a legnagyobb probléma, hogy mind a hárman el kell indulni, mert ha valaki csak a harmadikon szerzi meg, akkor ott már eléggé le van merülve, mert ugye utazás is, meg fogyás, minden birkózó fogy a magyar válogatottban. Minden birkózónak fogyni kell? Nincs olyan, akinek nem kell fognia. Neked általában mennyit kell fogyni, hogyha már erről beszélünk? Hát, akkor olyan 5 kilót körülbelül. 5 kilót, tehát 80 kiló környékén vagy, az életedet abban tréningezel? Igen, hát van a 82, attól függ, hogy hol vagyunk táborban, mert a Tatára megyünk ott azért, vagy Mátraházára. Az felszalad? Ott azért felszalad. Mit akar, mennyit ott megy le? És egyáltalán hogy lehet leadni 5-6 kilót? Így most majdnem azt mondtam, hogy percek alatt, vagy napok alatt. Hát ha nagyon akarom, 5 kilót le lehet adni egy nap alatt is. Nem. Ha edzek 3-at, azért lemegy ez az 5 kiló. Csak nem az a cél, hogy lemenjen, hanem az a cél, hogy a harmadik meccsen is még bírjam. Hát elviszi az erőt a fogyás? Igen, igen. Szóval erre nagyon, nagyon oda kell figyelni.
Most sokan úgy vannak vele, hogy fogyjunk le, és akkor minden oké, de igazából úgy kell lefogyni, hogy az erő is megmaradjon, meg minden. A nemzetközi megmérettetéseken kívül Magyarországon lesz még verseny? Nagy verseny, amin oda kell tenned magad? Nekünk már nem lesz válogató, de kvalifikációs versenyek után Újpesten lesz a női magyar bajnokság, és akkor ott majd mindenképpen indulni fog. Hát haza kell hozni, és itthon kell tartani a címet, igen, úgy gondolom. Igen. Hát lesz egy pár államfelem, de úgy gondolom, hogy talán egy lány, akivel kicsit szorosabbat fogok birkózni, de... De Zsani, mióta vagy újpesti? Én most lesz 4 éve. Most már negyedik, igen, éve. Akkor megkérdezhetem ugye azt, hogy mennyire érzed magad otthon Újpesten. Mert nincs miről beszélni, egy hölgy, egy kislány, egy lány feljön vidékről a nagyvárosba. Ezt meg kell szokni. Ezt meg kell szokni. Tehát nem csak az edzőtermek vannak és a birkózótermek vannak, hanem van az élet. Beleszoktál már úgy Isten igazából ebbe a fővárosi életbe? 2010 óta, 2009 év vége óta én már Pesten élek. Már Nagy Lajos volt az edzőm 4 éven keresztül. Nagyon szép eredményeket értem el utánpótlásba. És hát már úgy azért tudtam, hogy milyen a pesti élet, mikor Újpestre kerültem. De Újpestre nem nagyon szoktam én előtte járni. De mióta itt vagyok, azért azóta elég sokat mozgok Újpesten, és nagyon szeretek itt lenni. Ugye inkább a válogatottban készülsz. Én valamelyik nap voltam lent a birkózó teremben, és eszméletlen mennyiségű gyereket láttam. Picit. Igen. Mi történt? Hát olyan élet van, olyan pezsgő élet van, hogy fantasztikus. Miattatok, a nevek miatt, tehát ugye mert most már válogatott versenyzőink is vannak felnőttben, vagy mi történt Újpesten? Hát Kapuvári Gábor elkezdte, pontosan nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt, toborozni a gyerekeket, óvodába is tart már edzést, meg ilyen kis iskolásoknak is, és úgy gondolom, hogy ezáltal minél több gyerek jár birkózásra. Ha ez nem lenne, akkor nagyon-nagyon kevés gyerek jönne be a birkózóterembe, mert ugye egy kisgyereknek jobban tetszik egy foci, vagy egy jégkorong, vagy bármi más, mint hogy ott szorongassák a szőnyegen. Mivel lehet egy gyereket meg bent tartani a birkózóteremben? Hát az elején még nem birkózás van egy kisgyereknek, az elején még ilyen ügyességi feladatok, mert egy 3-4-5 éves gyereknek nem lát még több órás edzést, ilyen 40-50 perceket, és azzal azért elég jól meg lehet szerettetni a birkózást a gyerekekkel. Mennyi ide derül ki valakiből, egy pici gyerekből, vagy egy kislányból, hogy érdemes vele úgy Isten igazából foglalkozni? Hogy van benne kurázsi? Hát azért van olyan kisgyerek, aki már látszik kiskorában, hogy ügyesebb a többieknél, de ismerek olyan birkózót, aki gyerekkorában semmilyen eredmény nem érte el, meg tényleg senki úgymond nem foglalkozott volna vele szívesebben, mint egy ügyesebb gyerekkel. Szóval ezt így nem lehet így eldönteni, mert van, aki gyerekkorában nem jó, és felnőtt korában pedig jó. Olyan is van, aki gyerekkorában tényleg abszolút sztár, nem kapott ki senkitől, és akkor eljön a felnőtt korosztály, akkor pedig nem ér el eredményeket. Nagyon rövid kérdés. Most 100%-ig a birkózás teszik ki az életedet, ugye? Most igen. A Rióig biztos. Igen. Mi lesz Rió után? Rió után hát szeretném az iskolát befejezni, mert sajnos az még nem sikerült. Igen, és akkor arra nagyobb hangsúlyt fektetek, de utána is ugye Rio után is nem áll meg az élet, továbbra is edzeni kell, mivel még jövőre is indulhatok az úszalmas Európa bajnokságon, ami egy elég nagy eséllyel indulok. Arra is fogok készülni, és a felnőtt Európa és világbajnokságra is. Tehát van előtted, van cél. Van, bőven. Egy legutolsó kérdés. Meddig lehet ezt magas színvonalon űzni? Mit gondolsz magadról, hogy ha nem jön közbe sérülés, mert hát sajnos a ti sportágatokban is benne van a sérülés veszély, meddig szándékozott csinálni, meddig lehet ezt csinálni? 75 kg-ban azért elég sok idősebb
idősebb ellenfelem is van. Úgy gondolom, hogy ezt egy ilyen 35 éves korig lehet csinálni. Jó, nem egy egészséges dolog akkor már, de ha valaki eredményes, akkor lehet. Jó, közben azért jó, hogyha jön egy kisbaba, vagy igen, bármi, és akkor utána még lehet. Utána még lehet egy kicsit dolgozni. Kisebb megszakításokkal lehet ezt csinálni. Hát az doppinggal is, hogy van egy kis szünet, és akkor utána vissza újra utolérni a mezőnyt, igen. Vagy ne talán lehagyni a mezőnyt. Hát több jó birkozó is van, aki szült egy-két gyereket, és utána visszatért, és olimpiai érmesek voltak. Ennyire ne szaladjunk előre, nem maradjunk most még itt 2016. januárjában, és nézzünk előre nyárig. Ha kívánhatnál valamit így erre az évre magadnak, mit kívánnál? Hát én azt kívánnám magamnak, hogy kiussak a Riói olimpiára, és ott pedig minél jobb eredményt érjek el. Ennél szebb végszó nem kell. Janett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, és jobbnál jobb eredményeket kívánunk az Újpesti TV nézők nevében is.